A Magyar Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének együttműködésével jött létre a Magyar Géniusz Program. Ebben kapott helyet a nehéz természetű honvédtábornok Percer-Mór életét bemutató kiállítás, melynek érdekessége, hogy számos olyan dokumentummal találkozhat a látogató, melyet eddig külhonban őriztek. A külföldről, Jersey-szigetekből igyekeztünk anyakönyvi kivonatokat kikérni az Arcanum felületéről, illetve különféle levéltárakból olyan karikatúrákat, olyan korabeli újságcikkeket reprodukáltunk, amit a hátam mögött is látható a falon, ami korábban nem voltak Bonyhádon megtekintetők. Tehát ebből a szempontból még az, aki rendszeresen látogatja a Percer kiállításokat, az is láthat olyan anyagot, amit korábban még nem. A kiállítás sorozatnak nagyon jelentős az elfogadottsága országos szinten is, és ez turisztikai vonzerőt is jelenthet a város számára, mondta Farkas Gergő igazgató. Bonyhád a Percelek városa, tehát itt Percer-Mór honvédtábornoknak, az ő alakjának, az ő örökségének, az ő hagyományának mai napig ugye mérehajtó nyomai vannak, és szerintem mindig indokolt, hogy legyen egy Percer kiállítás. Ugye Bonyhádot is most egy határon átnyúló együttműködés térképére sikerült feltenni ezzel a kiállítással. Egy olyan programba sikerült bekapcsolódni, aminek rendkívül nagy az elfogadottsága. A Percer-Mór honvédtábornok életét bemutató tárlatot a jövő nyárig tekinthetik meg az érdeklődők a Bonyhádi Völgységmúzeumban.